Úszó verseny a színész büfében és disznóvágás előadás közben. A 80-as évek szolnoki színházi életének ilyen meglepő elemeiről is szó lesz mai adásunkban. Köszöntöm nézőinket! Gombos Judit színésznő társaságában hamarosan belelapozunk a Mucsi Zoltánról szóló könyvbe, képzőművészekkel együtt látogatunk el a Transz című kortárs kiállításra, és beszélgetünk Bozonttal, azaz Nagy Kristóffal, aki Frank Sinatra dalaival érkezett Szolnokra. Ha tehetik, tartsanak velünk! Egy abonyi fiú, aki focistának készült, géplakatosnak tanult, postásként dolgozott, majd megette a színház. Ő Kapa, azaz Mucsi Zoltán, aki Szolnokon indult el a színészi pályán. Az országos hírnévhez vezető útról, annak szépségeiről és buktatóiról is szól Bérces László beszélgetőkönyve. Ezt ajánlja most önöknek Kapa egykori kollégája és máig rajongója, Gombos Judit. Délelőtt próbálok, vagy próbát nézek, este játszok, utána a többiekkel megváltjuk a színházat a klubban. Az az igazság, hogy engem megevett a színház. Ehhez persze jó partner voltam, akartam is, hogy megegyen. Beszippantott, megzabált. Bérces László nemrég megjelent könyvében így emlékszik Mucsi Zoltán azokra az időkre, amikor még segédszínész volt a Szolnoki Szigligeti Színházban. 1979-ben szerződtette az akkori igazgató Kerényi Imre. Közel 10 éven át csak kisebb szerepeket kapott, mégis élményekkel teli boldog időszaknak élte meg a pályakezdést. Nem emlékszem egyetlen pillanatra sem, amikor amiatt elégedetlenkedtem volna, hogy miért nem kapok nagyobb szerepet. Máskülönben szinte minden este színpadon voltam. A kis szerepek azt is jelentették, hogy majd minden előadásban benne voltam, és ez engem boldogított. Aztán 1989-ben számára teljesen váratlanul főszerepet kapott a Kastély című előadásban, és ezután már sorra jöttek a nagyobb feladatok. Erre a Mucsi Zolira már a társulat mai tagja, Gombos Judit is emlékszik. Ugye ők a színházból jártak át a Szobaszínházba, mert ott próbálták ezt a darabot, és 3 pasi, a Tóth Jocó, a Tóth Tamás és a Mucsi Zoli lobogó fehér ingben mentek át próbálni, és mi meg a barátnőmmel, úristen, ők színészek, meg ők már színészek is. A Kapa az olyan volt mindig, hogy abszolút ezeken a kezdeti megilletődéses korszakunkon abszolút átsegített minket. Mi mindig nagyon jó viszonyban voltunk, hát ugye ő is karakterszínész, én is karakterszínésznő, tehát még 21 évesen idejöttem, akkor se játszhattam volna Júliát, mert nem olyan volt az én karakterem. És ugye kaptam ezeket a jó kis szerepeket, és a Kapához én mindig fordulhattam segítségért, tehát ő azért mindig tudott mondani valami jó pofát meg. Persze nem csak a színházban, a színészbüfében is zajlott az élet. Akkor még jó idők voltak, 2-ig lehetett nyitva a büfé, meg aztán Kadi bezárta a madarakat, volt egy ilyen eltolhatós vászonzár a büfé előtt, de attól mi még, ha akartunk, kikértük az italainkat, és akkor ott maradtunk a büfébe. És hát a Kapa központi figurája volt mindig is a büfé életnek. Hát emlékszem, konkrétan láttam őt is én is gyorsúszni a büfében, tehát ezek az úszóversenyek, amikről szó van a könyvben, ezeknek szemtanúja is voltam. Ahogy közösen vettek részt azokon a disznóvágásokon is, amelyek a színfalak mögött a legendás Rákóczi tér című Svajda musical előadásai közben folytak. Hogy Sevestyén Évike volt a színpadon, és ott meglátott, vagy atrocitálták, nem tudom, és egy hatalmasat visított. És közben ezek az őrültek ott hátul kitalálták, hogy ez olyan, mint egy disznóvisítás, és ott lepantomimeztek egy tulajdonképpen egy disznóvágást. És onnantól kezdve, hogy ez megtörtént, onnantól kezdve minden egyes előadáson leszinkronizálták a jelenetet. Tehát rákészültek, kés a kézbe, nem tudom, meg volt a disznó, ugye nem volt ott egy disznó, csak ugye az elképzeletbeli disznó, és abban a pillanatban, amikor Évike visított, sőt, hát tudták, szúrás és jött a visítás. Tehát egy hagyománnyá vált, tehát ez ment végig, amíg az előadás ment, azt addig ott mindig csináltuk. És még számtalan olyan történet elevenedik meg a beszélgetőkönyv lapjain, amelyeket olvasva átélhetjük a 80-as évek szolnoki színházának hangulatát. Az egykori kolléga számára pedig élete talán legszebb szakaszát idézte fel a kötet. Ahogy lapozgattam a könyvet, egyszerűen megint azt éreztem, hogy ott vagyok azokban a szép 80-as években, mert
Hát azért az életünknek mindig vannak jó és rossz időszakai, de nekem ez az, hogy a színházra, a színpadra kerülés, és az első, mit tudom én, pont az időszak, amit az ölelt föl, amíg a kapa is itt volt, az nagyon-nagyon meghatározó volt. Az a fajta hatalmas szeretet és összetartozás és önfeledtség és bulizás és nem tudom mi, ez abban az időszakban volt, akkor, amikor a kapa itt volt. És ez jött nekem föl itt a nyúlt agyam, vagy az a kis bizsergés, hogy Úristen, de jó volt, de tudtunk élni, de tudtunk színházat csinálni, de jó volt. És hogy kinek érdemes kézbe venni a Mucsi Zoltánról szóló könyvet? Igazából mindenkinek. Azoknak ajánlom, akik szeretik a színházat, akik szeretik a régió sztorikat, természetesen akik ismerik és szeretik a kapát, vagy esetleg olyat is, aki... No, milyen ember lehet ez, de hogy mondjuk szeretik a művészetét, és akkor ha elolvassa, akkor még abból is kap egy kis ízelítőt, hogy milyen ember a kapa, hogy milyen jó ember. Transz címmel két helyszínen, az Abanovák Agora Kulturális Központban és a Szolnoki Galériában látható a Szolnoki Képzőművészeti Társaság legnagyobb éves kiállítása. A kiállító művészek mind kötődnek Szolnokhoz, és tagjai annak a több mint egy évtizede alapított, ma már 190 fős alkotói közösségnek, amely szakmai és szellemi központjának a szolnoki művésztelepet tekinti. A tárlat pedig átfogó képet ad a stílusokban és technikákban igen gazdag kortárs képzőművészetről. A Szolnoki Képzőművészeti Társaság. Ez egy olyan szerveződés, ami hát most már azt hiszem, hogy közel 190 tagot számlál. Ebből is kiderül, hogy itt egy országos, vagy akár még azon túli, tehát határon túli érintettségű kapcsolódási rendszerről van szó, egy olyan művészeti képződményről, közösségről, amit Szolnok város köt össze. Mondhatni, hogy egy igen markáns keresztmetszetet nyújt abból a társaságnak az éves szemléje, ahol most is állunk, hogy mi történik ma a kortárs képzőművészetben. Az a címe a kiállításnak, hogy transz. Ez érthető a szószoros értelmében is, és különféle metaforákon keresztül is, tehát akár kibővítve, akár a transzcendenciára, vagy a transzparenciára utalva, és még számos más megoldást található erre a kifejezésre. Akár úgy is mondhatnám, hogy képzeljük el ezt a szót leírva három ponttal, transz, és akkor a művészek folytatják, kitöltik ezt a három pontot. Mindig áttranszformálja az ember a gondolatait valamilyen formába. Tehát, hogy ez mindig velünk van művészekkel, hogy akkor baj van, hogyha nem, akkor van a baj, hogyha ezt nem tudja alkalmazni az ember. Akár a geopolitikai feszültségek, a természeti, tehát ökológiai katasztrófák, vagy itt ugye a járványhelyzet is olyan kemény változásokat okoznak az emberi lélekben, ami arra sarkalja a művészetet, hogy itt most valóban munka van, tehát reflektálni kell ezekre a jelenségekre és kihívásokra. Nagyon boldog vagyok, hogy a jelen körülmények között is mondom, a 190-et közelítő tag létszámból több mint a fele reflektált a fölkérésre, és volt, aki egy munkával, volt, aki két munkával szerepel, úgyhogy több mint 150 műalkotás található két helyszínen. A zsinagógában, tehát a Városi Galériában inkább egy lendületesebb, expresszívebb, színesebb, dinamikusabb vonulat található, az Agora kiállítóterében pedig egy elmélyültebb, meditatívabb. Itt a legkeményebb és a legpuhább anyagok is szerepelnek,
változatos módon a nemes anyagoktól a kevésbé nemes anyagokig, tehát vannak szobrok hungarocellből, hogy néhány anyagot említsek, adott esetben papírból, gipszből, ami tulajdonképpen egy bizonyos értelemben egy átmeneti anyag a szobrászatnak, de már egy jó ideje alapvetően itt egy végső anyagként is funkcionál. Nagyon pregnánsan jelen van a bronz, tehát a fém és a heggesztett vas alapvetően. A beton, itt mindjárt mögöttem, egy plasztika, ami betonból készült. A legősibb technika a vízfeszítéses öntés, csak egy időben ez háttérbe szorult, és ha úgy tetszik, én is annak a gyermeke vagyok, hogy ezt a múlt század második felében újra felfedezték ezt a technikát. Rendkívül szabaddá tesz, legalábbis nekem, nem pusztán technikát jelent, hanem formailag is másképp gondolkodik az ember, hogyha ezt a technikát műveli. Az embereknek, hogyha műélvezővé szeretnének válni, vagy már azok, akkor szemtől szembe kell állniuk a művel, mert az olyan, mintha magával a művésszel állnának szemtől szembe is. Ez egy emberi kapcsolat, sőt, hagyd mondjam azt, hogy több, mint emberi kapcsolat, mert egy teremtett művel szemben állni, az mindig olyan belső folyamatokat indít el, amire igazából csak a művészet képes. Tisztelettel üdvözlöm a tévénézőket, Vándor Attilának hívnak. A következő vers az első vers volt, ami drága nagyapám megtanított, a családom legnagyobb örömére. Petőfi Sándor, falu végén kurta kocsma. Falu végén kurta kocsma, oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közeledne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték, s benne hallgat a sötétség. De a kocsma, bezzeg hangos, munkálódik a cimbalmos, a legények kurjongatnak, szinte reng belé az ablak. Kocsmárosné aranyvirág, ide a legjobbik borát, vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány, húzzad jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon. Azt üzeni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy. Az ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba.
Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingenért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben vigadjanak. Az Isten áldja meg kenteket. Szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat. Végét vetik a zenének. És hazamennek a legények. Folytatódik a Múlttár, amely az utcára, pontosabban ezúttal a Tisza parkba viszi a város történelmét. Kulturális híreink következnek röviden. A varrógéptől a nemzetközi színpadokig vezető negyedévszázados út előtt tiszteleg a jelmezárt Kft. Kiállítása az Abba Novák Agora Kulturális Központ aulájában. A tárlat egyben színházi időutazás is, hiszen a jelmezek nem csak az egykor volt előadásokat és a művészek alakítását, a színházi élményt idézik meg, hanem sajátos keresztmetszetet adnak a kortárs jelmeztervezés világából is. A jól megválasztott és gondosan elkészített jelmez fontos eleme a jó előadásnak, az a bizonyos második bőr a színészek számára, ami segít abban, hogy a néző ne a szerep megformálóját, hanem a szereplőt, a darab részét lássa a színpadon. A szolnoki székhelyű vállalkozás az alapítása óta eltelt 25 év alatt a jelmezkészítés nagymestereként nem csak a hazai és nemzetközi színházi világ részese lett, hanem az általuk szervezett programok, például a Tiszatavi Fesztivál révén városunk és a térség kulturális életének is meghatározó szereplője. A műalkotásnak is beillő jelmezek november 12-éig láthatóak az Agórában. Szolnok az egykori sóházak helyét a 19. században szerezte meg, hogy azután fokozatosan birtokba vegye azt. Ezen a helyen épült fel Szolnok református temploma, első gimnáziuma, majd színháza és fürdővel egybeépített szállodája. A mai park területét az 1930-as években a sétánnyal együtt alakították ki, amit 2020-ra teljesen megújított Szolnok városa. A Szolnoki Városfejlesztő ZRT 2019-ben kezdte a város utcáira vinni Szolnok történelmét. A Szolnok Múlttár sorozat harmadik elemét a Tisza parkban állították fel. A 19. század végén gimnázium térnek, 1915 és 45 között Horthy-Szabolcs térnek, a háború után Felszabadulás térnek, majd a rendszerváltás óta Tisza parknak nevezett terület széleire 6 tábla került. Ezek a táblák a református templomot, a Versegi Ferenc gimnáziumot, a Szolnoki Szigligeti Színházat, Tiszaszállót és gyógyfürdőt, valamint magát a parkot és a sétányt, illetve kialakulásuk történetét mutatják be régi fotók segítségével. De mindezek mellett olyan érdekességekről is olvashatunk itt, mint Örkény István és a Szolnoki Szigligeti Színház kapcsolata, vagy éppen a bőgős hajók története. Legyen a zene mindenkié. Kodály Zoltán szavai a vakok és gyengénlátók esetében különösen fontosak. Legfontosabb érzékszervük gyengességét hallásuk kifinomultságával ellensúlyozzák. A tánc azonban sokszor csak vágyott tevékenység számukra. A napokban azonban a Tisza Tánc Együttes jóvoltából moldvai táncokat tanulhattak a Damjanich Múzeumban a Sodrás Népzenei Együttes kíséretével. A program a Tapintható Gondolatok a Kulturális Esélyegyenlőség jegyében projekt részeként hívta a különösen különleges eseményre a gyengénlátókat. A vakok és gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyesületének tagjai szívesen vesznek részt zenés rendezvényeken, és a népi kultúra, a hagyományok ápolása is közel áll hozzájuk. A hangulati ízelítő után a látássérültek ki is próbálhatták a lépéseket. A nehezített körülmények ellenére jó néhány alaplépést megtanultak a résztvevők, miközben egy feledhetetlen, hangulatos délelőttöt töltöttek el együtt. Igazi zenei csemegéknek örülhet idén is a közönség a Hozam Klubban. Az őszi fesztivál legutóbbi programjára Frank Sinatra örökzöld dallamait hozta el Szolnokra Bozont, azaz Nagy Kristóf.
Az egyik országos tehetségkutató műsorban 2012-ben feltűnt és azóta is aktívan koncertező énekessel az előadás előtt beszélgettem. A hang, azaz a 20. század egyik legendás alakja, a többszörös Grammy és Oscar díjas amerikai színész, énekes Frank Sinatra dalai csendültek fel nemrég a Hozam Klubban. A jól ismert és ritkábban játszott számokat Nagy Kristóf tolmácsolásában hallhatta a szolnoki jazz szerető közönség. Az egyik tehetségkutató versenyben Bozont néven ismerté vált énekes. A koncert előtt elmondta, nem egészen önszántából kezdett Sinatra dalokat énekelni. Mára azonban már igazán sajátjának érzi ezt a zenei műfajt. Ez a tehetségkutatós díj, ez minden zenésznek, vagy úgy mondom, hogy inkább az énekeseknek lehetősége ez. Ez azt hiszem, hogy egy jó platform arra, hogy megmutassa magát, és azt hiszem, hogy ha valaki a pop vonalban szeretne mozogni, akkor igazából muszáj is egy picit megmutatnia magát. Hát nagyon sokat tanulhat az ember abból, hogy milyen helyt állni profi körülmények között, milyen teljesíteni hétről hétre, és úgy, hogy az ember a lehető legjobb formát hozza, akkor is esetleg éppen nem olyan paszban van. Ez egy nagyon izgalmas játék, és egy nagyon izgalmas munka. Tínédzserként ilyen hörgős metállal kezdtem az egész történetet, és én úgy gondolom, hogy én nyitott vagyok mindenféle műfajra, és nagyon szeretek mindenhol egy kicsit kalandozni, és hogyha tehetném, akkor leélnék egy-egy életet punkként, egyet metálosként, egyet jazzistaként. Jött nekem ez az egész jazz szeretet, hogy amikor elmentem énektanárhoz, az első énektanáromhoz, akkor ott az volt, hogy 45 perc a skálázás, akkor az utolsó 15 percben meg énekeltünk egy dalt, és akkor a gyakorlatban kipróbáltuk, amit tanultuk. És hát én rockot akartam nagyon énekelni akkor, de hát mondta a tanárom, hogy hát az ő repertoár, vagy a CD-n, akkor még CD-k voltak, hogy hát nem nagyon van rock nóta, amit el tudok énekelni, azok mind magasak, meg ilyen mélyebb lágni vagyok. És akkor mondta, hogy hát nézd meg ezt a Sinatrát például, ez neked jól állna ez a hanghoz. És akkor azt tudtam, hogy ki az a Sinatra, és akkor megmutatta a dalt, elénekeltem, és akkor mondta, hogy hú, hát figyelj neked, de ez egész jó kis érzéket van ez a swing lüktetéshez. És akkor legközelebb alkalommal, nézd meg, még egy Sinatrát, még egyet, elkezdtem otthon hallgatni, és belebetegedtem, imádom. You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is still a sigh. Ma este egy másfél órás, közel másfél órás Frank Sinatra műsorral készültünk, ugye a legnagyobb slágereit próbáltuk összegyűjteni, meg amiket ugye a legjobban szeretünk így a srácokkal. Van egy műsorunk, amit követni fogunk nagyjából, a számoknak tehát számon belül az, hogy alakul majd, azt viszont szeretjük a jazz jegyében meghagyni egy kicsit. Hat formálódjon. Tehát igazából megvannak a nóták, tudjuk, hogy nagyjából mi a szerkezete, az, hogy mennyi szóló lesz-e szóló, lelassulunk, felgyorsulunk, szünet lesz-e vagy nem, ez meg majd ott derül ki, ez a jazznek a szépsége, hogy itt az ember tényleg muzsikál, nem az van, hogy keretek közé van zárva, hanem itt az érzések játszanak. It's still the same old story, a vibe for love and glory. Do what time the world will always welcome lovers as time goes by.
Kedves nézőink, ennyi fért a mai kultidőnkbe. Köszönjük, hogy velünk töltötték az elmúlt fél órát. Várjuk Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!